mert az én egyik legjobb barátom, ő nagyon szereti, és akkor miatta jövök el. Nem nagyon szeretem ezeket a skifiket, ami nagyon messze áll a valóságtól. Szeretem az ilyen földhöz ragadt, olyan sztorikat, olyan filmeket, amik ténylegesen megtörténhetnek az életbe. Nekem bőven elég egy ilyen lagymatag amerikai film, amikor a főhős meg a kiszemelt csaja a végén összejönnek, csókolóznak, én azon sírok egy jót, és ez engem bőven kielégít. Az, amikor itt nagyon gondolkodnom kell, hogy most ki, hogy, merre, meddig, maszkok össze-vissza, meg repülnek, meg bolygók, meg izé, az nekem már bonyolult, és azt nehéz így feldolgoznom, az rendes agytorna nekem, és én azért járok moziba, hogy kikapcsolódjak. Hát ezeknél a filmeknél nagyon nem tudok, itt ténylegesen koncentrálni kell. Star Wars premiéren vagyunk, mondj csak, milyen kapcsolatod van ezzel a filmmel? Hát meg kell, hogy valljam igazából, én nem vagyok egy science fiction rajongó. Nagyon jó. Úgyhogy semmint filmben, semmint könyvben nem nagyon szoktam sem nézni, sem olvasni, de azt gondolom, hogy ezért a Star Wars azért az egy alap dolog, úgyhogy igazából ennyi kapcsolatom van vele. Mit visel most a stílus királynő? Most a Louisa Hungary-től kaptam egy nagyon gyönyörű ruhát, és nagyon szeretek náluk vásárolni, mert azon kívül, hogy nagyon remek a csapat, nagyon széles a palettájuk is. Kedvenc karaktered Star Wars? Hát igazából Leila hercegnő az, aki úgy érzem, hogy szimpatikus és közel áll hozzám, és az őt megtestesítő színésznő is Carrie Fisher, aki már ugye nincsen a közöttünk, de ő is nagyon szimpatikus volt nekem, és az, hogy megtestesítette, nekem olyan természetes és könnyed, úgyhogy nekem igazából ők, akik közel állnak. Star Wars esetleg kedvenc karakter? Nem tudom. Meg vagy illetődve a partnerettől? Nem készültem rá, de hát hogyha nem akarok illetlen lenni, akkor azt mondom, hogy ő az egyik kedvenc karakter, és belé karolok, nem? Mint minden premiéren, te folyton készülsz ruhában most is? Végül is ráfoghatjuk, igen, elég Darth Vader-es lett a set. Összefutottál már vele? Valahol itt van, de még nem, vele még nem találkoztam. Kedvenc Star Wars karakter, és miért ő az? Hát pont azon gondolkozom, hogy nekem igazából több is van, már csak azért is, mert ugye az ember szeret azonosulni, és hát egy normális emberben rengetegféle karakter él. Tehát ott van bennünk a sötét lovag is, ott van a jóság is, de azért én egy Chewbacca is vagyok, szóval vannak többen. Egy Amidala? Amidala az kevésbé van bennem, de szeretem őket. Star Wars, mesélj nekem a kedvenc karakteredről. Nem tudok mit mesélni, mert én egyrészt nem láttam. Nekem ez lesz az első film, amit... Remek! Miért? Szerintem meg... Nem eddig mindenki. Nem mondod. Nem, egyébként tök érdekes, hogy két dolgot jegyeztem meg, hogy 42 éve volt az első rész, amit ugye bemutattak. Olivier mindig mindennek utánéz. A másik pedig az, hogy űropera a stílusa az, ami maga a Star Wars. Ugye ez azt jelenti, hogy nagyon nagy harci jelenetek vannak benne, főleg ez az, ami dominál az egész filmben. Ez tök érdekes volt ennek így utána olvasni, úgyhogy legalább ezt is megtudtam. Meg azt is tudom, hogy az első trilógia az nagyon nagy siker volt, a második az annyira nem, illetve hát vitatott. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok erre a filmre, vagy nem tudom, hogy közte volt-e, de egy biztos, hogy ez tetszeni fog, akkor visszafele meg fogom nézni az összeset. A nézők most biztos azon gondolkodnak, hova tűnt a szakállad és miért? Leszettem, 17 éve nem borotválkoztam meg, és nem tudom, így úgy keltem fel, hogy így miért ne szedjük le. Star Wars premier. Először is, amit ígértem neked, tessék. Jaj, de cuki vagy, úristen, de jó fejek vagytok. Képzeljétek el, hogy a múltkor beszélgettünk, hogy nem tudok szelfizni, és kaptam egy ilyen új tartót. Köszönöm. Nagyon szívesen. Láttam, kaptál szaloncukrot is, az előbb egy kis rajongót. Igen, ez a hölgy, ez nagyon sokszor itt van, akár premier előtti vetítéseken, akár más rendezvényeken is szoktam vele találkozni, sok közös fotó készült meg, és most szaloncukrot is hozott a kedvenceinek. Ja, aranyos. Kedvenc karakter is, miért ő a Star Wars természetesen? Hú, nekem nincs kedvencem, megmondom, hogy miért, mert annyira izgalmas... Nyugtass meg, hogy te legalább láttad valamelyik részt, mert akiket ma megkérdeztünk, senki. Na ne hülyéskedj, van egy 13 éves fiam, szerinted hányszor láttam a Star Wars? Oké, jó alany. Az öcsém is, és ő is, mind a kettőkkel végignéztem, van közöttük 10 év, tehát kétszer láttam mindent. És szegény. És képzeljétek el, hogy mind a kettőknek ilyen haja volt kb. 7 éves korukig, amíg suliba nem mentek, és azt nem gondolták róluk, hogy kislányok, akkor le kellett vágatniuk. Akkor ők rajongók.
ők teljes mértékig rajongók, úgyhogy ők már sorban állnak. Én pedig pont azért, mert nagyon sokszor láttam, ezért kialakult bennem egy olyan dolog, hogy nincs kedvencem, nem szorítok senkinek, hanem egyszerűen mindig figyelem, hogy a karakterek hogy változnak, és hogy mi mindenem mennek keresztül. De nagyon szeretem. Tehát ez az a mese, amiből nem lehet kinőni. Star Wars. Először kell ilyen magasra tartanom a mikrofont. Kedvenc karakter, és miért? Hát én a Csúvakkát szeretem, érted? Vajon miért? De nem tudom, valahogy egy ilyen sors közösséget érzek le. Valószínűleg a nyelv, ami összeköt minket. Jaj! Kb. Ennyi szöveget tudtam volna én is megtanulni, amit neki kellett. Nem, tényleg egyébként a klasszikus karakterek közül Csúvi, az új karakterek közül meg a BB-8. Túl vagyunk a filmen. Belőled mit hozott ki? Gondolom nosztalgiát, mégis csak a gyermekkorunkat hozta vissza ez a sok cameo. Hát abszolút. Igazából már ez, amikor ez a J.J. Abrams féle vonal elindult, tehát már a két filmmel ezelőtt is, már akkor ugye mindenki azért szerette ma nagyon, hogy nosztalgikus érzéseket vált ki, és méltó a negyedik, ötödik, hatodik részhez. Most nyilván nem leszek népszerű a Star Wars rajongók körébe, de én azt, amiben az Ewan McGregor volt, az az első három rész, hát én attól hideg kiráz, az ilyen Jar Jar Binks, meg ezek a penetránsan értékelhetetlen, mind sztoriba, mind ahogy megalkották, tehát az nekem egyáltalán nem. Nem is emlékszem már, hogy mikről szólnak az első három rész, és nem is néztem meg újra soha többet, amikor megláttam, az egy merénylet volt. Tehát nekem 4, 5, 6, és akkor 7, 8, 9.